Barátaim, ez itt az elnök és a Dopement TV. A valóság sok első számú botrányhősnője, Baukó Évi, azaz Valóvilág Évi megkeresett minket, hiszen a Dopement TV a magyar médiában található legőszintébb hírforrás. Úgyhogy egy mély interjút csinálunk vele, amire már régóta készülünk. Figyeljetek és mulassatok jól! Tulajdonképpen te most egy lehetőséget adsz nekem arra, hogy a kis tévémmel hírhetté váljak, olyan hírhetté, mint amilyen te vagy. Nem, most ne olcsál le, csak hülyeskedek. Nem oltalak? Kérdezlek. Kérdezlek. Én most beszélgetni fogok vele. Jó, most szétoltasz, én nem tudok így... Nem oltalak szétoltam. Figyelj ide, én tudom, hogy egy értelmes, intelligens lány vagy. Mint ahogy te is egy értelmiségileg intelligens férfi, egy nagyon értelmes ember, bár sokan nem tudják azt rólad, hogy te milyen vagy, mert mondod ezeket a szövegeket, de az nem baj, de várja most én a szabadba vágok, hogy most ezek a csúnya szavak, meg izé, meg mit tudom én, meg a fél ország után, meg stb. De drágám, ez attól függ, hogy valaki elért valamit az életben. Én sajnos nem. Sokan mondják azt, hogy a valóságshow-hősök, és én ezt el is ismerem magamról, neked is. Mit értünk el? Semmit. Most ezt komolyan mondom neked. Én nem azért jelentkeztem a való világba, mert annyira akartam. Pedig szerettem volna, igen. De én olyan szinten pánikbetegen költöztem be, ezt még egyszer elmondom. Ha valaki küzd a céljaiért, és szeretne valamit, és mégis az, hogy nem is én jelentkeztem egyébként, tegyük hozzá. Megkerestek? Nem. Nekem a volt párom, az kitöltötte ezt a jelentkezés lapot, hogy jelentkezzek. Én bementem, engem lecastingoltak, én mondtam, hogy voltam ebbe a bárba, gondolom utánam néztek, és folyamatosan az volt, hogy hívtak vissza. De én már nem is akartam bemenni, mert féltem, hogy úristen, mi lesz? Mi lesz, hogyha ott bepánikolok? Hát ettől a pánikérzéstől, amit senki nem tud elképzelni. A bezártságot hogy fogod viselni? A bezártságot azt tudja a legjobban viselni, aki pánikbeteg. Főleg, hogyha... Figyelj, ez hát egy nagyon fontos... Hát végül gumiszobába kerülnek, úgyhogy... Nem, figyelj! Figyelj, most elmondok egy kurva nagy titkot. Na. Gondolom, lehet, nem hogy értek. Nem sokáig lesz titok, mondja. Hát tudom, de nem is érdekel. Nekem a legnagyobb parám a való világban az volt, hogy kínássak. Tudtam, hogy én nem nyerhetem meg, amit el is mondtam neked előzőleg a Dopement TV-s interjúm során, hogy nagy Alekosz fogja megnyerni. Beszélgettem az Alekosszal, és mondtam, hogy drágám, itt mindenki tudja, hogy te vagy a favorit, te fogod megnyerni, mert valahogy így érzem magamban a médiát, meg stb. És képzeld el, hogy engem behívott abba a szobába egy valaki, aki irányítja ezt az egész játékot. Egy valaki? Akiről most a nagy testvér, a Big Brother? Nem a Big Brother, hanem a főszerkesztő. És elkezdtem sírni, mert ő azt mondta, hogy ha még egyszer ilyeneket kinyilvánítok napközben, hogy az Alekoszt favorizáljuk, ezt most el tudom mondani. Akkor várjál. Várjál, mielőtt mélyebben belemegyünk, azt azért mondjad, hogy mindenki jelentésed, hogy vállalod a felelősséget. Persze, hogy vállalom, hát pereljen be. Jó, azért csak nehogy utána te perejj be. Dehogy is. Nem, hát perejjenek be, úgy sincs mit elvenni, na mindegy, nem az a lényeg. Ez a jó szóval, mentalitás. Egy igazi csegevara. De most tényleg. Igazadom. Igen? Szóval engem behívott oda az a valaki, és azt mondja, hogy itt te egy élő műsorba szerepelsz, tehát elhitette azt velem bent, hogy minden kijelentésedért én vállaljam felelősséget, hogy amikor elkezdtem mondani állandóan, hogy Alekosz, úgy is tudom, hogy te fogod mondani. Tök mindegy. Igen, hogy ők azon idegeskedtek, hogy azt érezteted engem... a közönség felé. Nem a közönség ez felé. Ez a játék irányítva van. Hát maga a szerkesztő az miatt volt ideges. Ugye az nem egy szerkesztő, az egy főszerkesztő volt. A főszerkesztő, ők el akarják oszlatni azt a látszatot, hogy ez a játék irányítva van, illetve ilyen-olyan módon manipulálják a közönséget, hogy hova szavazanak. Na, az, hogy most a szavazatokat is manipulálják, az is megint kérdés. Arról nem beszélek, mert én azt nem tudom, meg nem tudom bebizonyítani, de szerintem igen. Mennyire volt irányítva a játék? Én úgy érzem, hogy a mi játékunk az nem volt irányítva, mármint, hogy ők nyilvánvalóan feladatokkal irányították, de ők nem adtak nekünk konkrétan olyan utasításokat, bár egyszer-kétszer, tényleg az, hogy titkos feladat, és ti nézők azt nem tudjátok, hogy mondjuk
nekem egy pezsgőt meg kell ittatnom, hogy kérnem kell a Zsófikától egy pezsgőt, tehát akkor megint én leszek az alkoholista? Na szóval ilyenek tudom, voltak? Mert én voltam való világban, én tudom, hogy megy, 4 napig csak tovább. De mi, egyébként alkoholista vagy? Nem, csak boldogtalan. Hányszor mész bulizni? Egy héten? Mostanában nagyon ritkán. Nagyon rossz a periódusom, minden. Nem iszok kevesebbet azoknál. Mikor bulizol, akkor sokat iszol? Nem. Nem? Nem. Nem. Mennyit iszol, mikor bulizol? Hát nem tudom, te mennyit iszol, amikor bulizol? Ne kérdezz vissza. Én bulizok, én róla mindenki tudja. Be igen. Basz, mindenki mit tudja. Tudom én, hogy én mennyit iszok? Én egy gangster rapper vagyok, nem egy hölgy. Azért mondom, én gangster rapper vagyok, nem rózsalovak. Nem lejáratni akarlak, ez tudom. Nagyon fontos. Nem mert tudom. Annak, hogy te miért iszol ennyit vagy annyit, megvan a maga oka a lelkedben. Jó, boldogtalan vagy, azt mondod. Miért vagy boldogtalan? De figyelj, nem, azért vagyok. Tudod, miért vagyok boldog? Na, ezt most elmond. Hál' Istennek, itt van egy kamera. Tudod, miért vagyok boldogtalan? Nem iszok annyit, mint ti, vagy nyilván, mint egy másik hölgy egy buliban. Nem is járok már bulizni, egyedül élek a lakásban, az összes barátnőm elhagyott, és húsvétkor haza szerettem volna menni az édesanyámékhoz. És nagymamám szívinfarktus kapott. Tudod miért? Miért? Én imádom a családomat. Azért kapott szívinfarktust, mert meglátott egy címlapon megint rólam. Ja, egy ez olyan... a legutóbbi? Mi volt, hogy mit csináltam? Állítólag, várjál, hogy nem leköptem, hanem valami csajnak a karján én elégettem a cigi csiket, de várjál, de akkor már ugye olyan törvény volt, ahol nem is lehet dohányozni bet egy részről, más részről, hogy a csaj elkapott engem a hajamnál fogva, és rúgdosott a földön. Téged na. Most ilyen, ez gyakran van? De ez nem igaz, nem érted? Igaz? Hát nem igaz! De hát mi történt akkor? Mondjuk. Semmi! De valami történt. Semmi! De valami történt. De semmi! Jaj, hát ne. Akkor mi történt? Semmi! Hallod? Hát akkor miből írt meg a cikket? Jó, most nagyon ideges leszek. Igen? Akkor, amikor a nagymamám, hál' Istennek, jobban lett, mert mindjárt elsírom magam, és nem akarok itt izé mártírkodni. Nem is fogok. Nem fogok sírni. Csak amikor a büdös, kurva anyja, köcsög orvos azt mondja az én nagymamámnak, hogy úgy is meg fog halni. Na mi van? A kislánya vagy a kisunokája megint mit csinál? Tudod, mit csinálnék? Fognám azt a kibaszott orvost, megfognám a fejét, beleraknám ebbe, most oda, beleraknám ebbe, és addig rúgdosnám, amíg meg nem döglik. Jó, mondjuk beszéljünk az Alekoszról is. Okay. Én is beszéltem neked róla. Igen. De én akkor olyan állapotban voltam, azt akkor ki is fejteném a nézőknek. Vagy neked is, mert nézd, voltam. Igen, szóval be voltam baszva, mint a szar, ideges voltam és stb. Alekoszba csalódtál. Igen, és ő azt mondja, hogy félt engem, ugye az te hát csatornád előtt mondta, is. Azt mondta, hogy egy olyan állapotban vagy, amikor, hogyha nem fordulsz vissza, akkor annak nagyon komoly következmény. Ő mondja azt, akit senki nem szeret konkrétan, elment bebuzulni egy másik műsorban, most már kezdek akkor dopmentévés lenni, most már ez lehet, ugye? Persze. Hajrá! Ő azt hiszi, hogy mindenki, ő egy nagy Alekosz, mekkora sakjátékos, ő odajött hozzám, nem egyszer, nem kétszer a lakásomra, még az édesanyám is ott volt, és már akkor is nem azt kereste, tehát hogy ő ott ült nálunk, és nem mondjuk velem beszélgetett, vagy az édesanyámmal, vagy ott volt a kis unokaöcsém, aki egy tündér, neked is van egy kislányod, tudod milyenek a gyerekek, ugye te is szereted őket. Főképp hát, a lányomat, igen. Hát igen, de a lányodat, én meg az unok... jó, de ugye az unokaöcsédet is. És mondjuk elmentünk mi egy táborba, hogy gyerekek voltak is. Jöttek oda hozzám a gyerekek, és kislánykorom óta, vagy nem tudom, amióta élek, engem imádnak a gyerekek, tudod miért? Én ezt úgy vélem, hogy akinek van valamilyen kisugárzása, vagy jó, vagy rossz, és ott vannak a gyerekek, ők tiszták. Ez így van. Ők tiszták. Őket lehet szeretni. És én tudom, hogy engem szeretnek. És most nem azért mondom, és szerintem téged is, de vagy másokat is. Mi oda mentünk arra a helyre, és őt annyira nem szeretik, sőt, őt annyira irritálták a gyerekek, hogy én ilyet még nem láttam. Uh-huh.
Utána jött a következő való világ, ahol behívtak volna téged. Ja, hagyjuk már, részegen bementem a való világhoz, kit értek el? De nem, a következőbe bementél volna, nem? Aztán nem mentél. Hát persze, mert nem elmondtam a vélem. De nem engedett be az újdonsult főszerkesztő, aki már nem az a főszerkesztő volt, ahogy bementem. Most milyen a kapcsolatod a... Az RTL-en? Imádnak. Imádnak? Szerintem. Csak nem tudnak kezelni. Akivel tartom a kapcsolatot, az Oliver, a Jezsi. Jezsi. Pont a Jezsi, akit szegényt nem illettem éppen nem. Ékes tüsszentéssel. De tényleg... Szeretsz köpködni. Tehát nem egy embertől hallottam, hogy leköpi a párját, vagy akármi van. Szóval ezt hagyjuk már, hogy nyúj, leköp valaki valakit. Hagyjuk már, leköp. És akkor mi van? Fájt neki? Nem. Hát én azért megvernélek. A celeb kifejezés az egy gusztustalan, undorító faszfej kifejezés. De miért? Mert mi az, hogy celeb, bazd meg? Széttárjuk a pinánkat, az celebekek vagyunk, vagy mi? Hát mert én nem én vagyok az. Hál' Istennek, de attól nem vagyok celeb. Nem és, azért, hát a celeb de az nem, a celebrity című angol szó. De hát nem, itt nincsenek celebek, bazd meg Magyarországon. Tudod, kik a celebek? Ki? Azt akarom neked is elmondani, hogy egy ilyen kibaszott jó énekes, vagy egy, mit tudom én, Gávölgyi János, vagy nekem ez, Havas Henrik, aki meg akart baszni. Mit? Figyelj. Mit akar? Hát meg akart baszni, még seggebe is. Képzeld el, ott dolgoztam nála. Igen? Persze, csak aztán ott hagytam a gecibe. Na mindegy. Bocsánat, most már elkezdtem trágáról beszélni. Magyarországon nincs. Most már tetszik, mi? Na, egyre jó. Ezt szeretem én. Tudom, tudom. Szóval én úgy gondolom, hogy... De nincs bizonyítékot, hogy segbe akart baszni. De van, mikor... Ja! Nem az van hangfelvétel, amikor nagyanyám felhívja. Igen. Meg én is. Hogy maga mit képzel magát. De ezt ne léci, ez most tényleg ne. Már való világ úgy is ízé bennem. Te mondtad. Mi, ez volt már téma? Való világba, persze. Ja. És mit szólt az a Havas Erik? Honnan tudjam? Remélem, izé kiverte a cerket. Persze, azt mondja, ó, ez nem igaz. De emlékszel, mit mondtál? Ma néztem meg azt a hülye Dobman interjú, de imádtam. Úristen, mondom, jaj, Jézusom Éva, tudod? És akkor kérdezted tőlem, hogy majd csinálok neked rap-lemezt. De még nem az volt a legdurvább, amit ma megnéztem, a másik. Melyik? Az Erotika Expós. Az jó, aki egy... Tetszik? Nyalókázza azt a faszt, és azt mondod neki, hogy elmész, elvigyelek Miami-ba, a teljes sötétség, tudod mi? Mordor, várján, figyelj, jó? Mordor haragja, lesújt rá. Őre? Persze, tudod mi, az Gyűrűk ura. Én, az egy kedves lány. Jaj, nem volt is volt neki nagyon szép nyalókája, mi bajod volt? Hát... Jó, hát azt se tudod mi az akkor... Nem, na ez az, szóval még nem szoptam, de azért még így... De még szó... Nem, tényleg szájszűz vagyok, úgyhogy... Nem akarom ezt elhívni. De. Komolyan? Mm-hmm. Akkor most tulajdonképpen egy bejáraton nem vagy szűz. Mit? Mert a Henriknek segbe nem engedte, ja. A szájra de amúgy meg tényleg csak egy bejáraton vagyok, szóval tudom. És Alekosz, figyelj ide, Éva üzen neked. Szeretne reagálni? Igen? Nem, én... Szia, Alekosz, én csak annyit szeretnék neked mondani, hogy... Remélem boldog vagy, és tényleg jól telik az életed, és minden rendben van. Csak egyet kérek tőled, hogy ne vegyél a szádra, hogy ne nyilatkozzál rólam. Most nyilvánvalóan én is nyilatkozok rólad, de hogyha annyira tényleg aggódsz értem, és szeretsz engem, akkor ne egy büdös kurvát látjál, lássál el iPhone-nal! iPhone-nal? Várjál! Jó, ez durva lesz, mert... Igen. Most jön a SP hajbeültetés. Nem. Ne? Szóval, Alekosz, szeretlek, imádlak, éld az életed, ne négy nőt tarts el egyszerre. Nem négy minden... nőt tart el? Nem mind a négy nőnek iPhone-t vegyél karácsonyra, ne nekem zokogjál, ne az én kutyámat rúgdosd, mert nem bírod elviselni a kutyákat, mert jaj, valami szőr lesz a cipőmön, stb. Én csak annyit kívánok neked, légy boldog, és remélem kielégítik azt a kis faszodat is. Alekosz, hogy a kis fasza. Hát de láttam egyszer. Igen? Hát az Anikóval besokaltunk, meg az Oliver is látta. Igen?
Hát a villába. Olyat láttunk, hogy megbeszéltük az Anikóval, hogy nem fogunk aludni. Miért? Mert az Alekosz annyira berúgott. De hát ezt mit meg... De most hiába mondom nem el. Nem láttam. Jó, de nem azt látod, hogy nem láttad. Nem, de azért nem gizdaságban, tudom. Hogy nem néztem. Hát mert ez szar, de fenn volt a videón. Tudod mit? Hallod? Én lehet, én meg nem láttam. Hallod? A Gigi, a Zsófi és az Anikó kikötözte. És a Gigi mondja nekem, tudod, nem kell biztatni, hogy izé húzzam le így, figyelj, mindenki így izé okádottől, és rakjunk be egy ilyen izé jégkockát. Mondja nekem a Gigi, rakjak be. De akkor már kiejtettem a Gigi, csak visszakölt. Beraktam, meglátta az Anikó meg én, meg az Oliver kiköpte a kukoricát a szájból, megláttuk, és így pont ezt beszéltük az meg, hogy jáj, nem fogunk tudni aludni. Igen, tudod? Csúfolt? Vagy mi volt az? Hát én miért, én meg nem láttam.